csökkent a koronavírus fertőzések száma a napokban. Továbbra is be kell tartani a járványügyi szabályokat. Kihirdették Békés tortáját. A Bánhidai diótorta lett a győztes az első versenyen. 13 almafa. Küszöbön a Jókai Színház legújabb előadása. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A szennyvízadatok alapján 4-10 napon belül emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által végzett szennyvízvizsgálatok alapján ugyanis növekedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a budapesti és a debreceni szennyvizekben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által végzett szennyvízvizsgálatok a 32. héten Budapesten és Debrecenben is enyhén növekvő tendenciát mutattak ki a koronavírus örökítő anyagának mennyiségében. Korábban dr. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának főorvosa beszélt stábunknak a vírus örökítő anyagának szennyvízből való kimutatásáról. A déli országokban tomboló járvány idején figyelték azt meg, hogy az országok szennyvizéből a koronavírusnak a genetikai állománya kimutatható. Ez a genetikai állomány 2 héttel előre jelzik a járványnak a csúcsát. Tehát, hogyha megvizsgálják a szennyvizet, amit ugye természetesen hónapról hónapra eltesznek, és visszamenőleg jó néhány hónap rendelkezésünkre áll, akkor meg tudjuk határozni azt, hogy a járvány csúcsa mikor várható. A Nemzeti Népegészségügyi Központ május óta végez szennyvízvizsgálatokat az új koronavírus örökítő anyagának kimutatására. A vizsgálatok a fővárosban kezdődtek, jelenleg heti mintavétel történik a Budapestet ellátó szennyvíztelepeken, a megyeszékhelyeken és több vidéki városban. A többi mintavételi helyszínen jelenleg még alacsony szinten stagnál a vírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei közleményükben kiemelték, hogy a vírus közösségi terjedése megelőzhető a jelenlegi járványügyi szabályok betartásával. Továbbra is fontos az arc érintésének az elkerülése, a kézfertőtlenítővel vagy szappannal történő gyakori kézmosás, a felületek fertőtlenítése, továbbá a maszk viselése zárt terekben. A 7.tv híradóját Gyemendi Réka tudósította. A héten ismét több településen gyérítik a szúnyogokat Békés megyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mind a földi, mind a légi védekezést indokoltnak tartja. Megyénkben augusztus 12-én szerdán lesz a legnagyobb gyérítés, amikor mintegy 5200 hektáron írtják a vérszívókat. Békés Csabán naplemente előtt másfél órával közel 1600 hektáron gyérítenek a szakemberek légikémiai úton. A vegyszerrel kapcsolatban a főigazgatóság közleményében azt írta, hogy melegvérű állatokra és emberekre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A Bánhidai diótorta lett 2020-ban Békés tortája. A békési cukrászmesterekből álló zsűri hétfőn hirdetett győztest a versenyen, amelyre békési kötődésű tortákkal lehetett nevezni. A megmérettetés idei témája a dió volt. Minden versenyzőnek egy 20 cm átmérőjű tortát kellett elkészítenie, amely küllemében és díszítésében Békéshez köthető. A zsűri az ízt, a külalakot, a kreativitást és az összbenyomást pontozta. Idén Szabó Erika bánhidai diótortája nyerte meg a versenyt, aki Polgár Zoltántól, Békés alpolgármesterétől vette át a vándorkupát. A győztes elmondta, hogy kritikus magával szemben, azonban barátai és családtagjai meggyőzték, hogy mindenképpen érdemes jelentkeznie a megmérettetésre. A tortámnak az alapja egy csoki krém volt, és ugye két rétegből állt össze, az egyik csoki rétegben egy ilyen barackos íz volt, a másikban pedig egy ilyen diómorzsa, ami ugye ropogott. Ez volt a különlegessége egyébként, ahogy elmondta az egyik cukrászmester. A békési polgármesteri hivatal első alkalommal hirdette meg Békés járás településein a torta készítő viadalt. Az ötlet alapja az országtortája versenyből ered, a szervezők azt szerették volna, ha Békésnek is lenne saját tortája. Aki most megnyerte ezt a tortát, itt a
4 vállalkozó fogja elkészíteni az ő receptje alapján a tortákat, és fontosnak tartottuk azt, hogy itt a helyi termékeket, a helyi gasztronómiát is egy kicsit erősítsük, és ez egy remek alkalom volt arra, hogy itt a helyi cukrászmestereket is le tudtuk ültetni egy asztalhoz több héten keresztül. A járás településeiről, köztük Békésről, Muronyból és Bélmegyerről összesen 15 nevezés érkezett. A szervezők a tervek szerint a következő években is szeretnék folytatni a versenyt. A Békéscsabai Élményközpont, a Kollabor a fiatal generációt várja egy 21. századi kreatív alkotótáborba. A fiatalok megismerkedhetnek a robotok, drónok és a programozás világával, de videójáték készítés is szerepel a programban, ahol a gyerekek saját ötleteiket valósíthatják meg egyedi animációkkal. Hát a Kollabor természettudományos élményközpont lényege, hogy élmény alapúan tapasztalati úton oktatja a fiatalokat, tehát saját tapasztalatra épül minden oktatási folyamat, és valóban ilyen 21. századi tudást hozunk ide be. Ahogy itt a bevezetőben szó volt róla, van videójáték készítés, aminek a lényege, hogy a fogyasztói oldalról a gyerekek átkerülnek az alkotói oldalra, ahol már ők hozzák a szabályokat, és ők építik azt a világot, amiben játszanak. Tehát ez egy teljesen más megközelítést igényel. De ugyanúgy a robotprogramozás is most már a mai időszakunk szerves része. Ebbe bele tudjuk sorolni akár a környezetünkben látható drónokat, drónok vezérlését is, de akár itt az okos otthonok vezérlésével is lehet foglalkozni. Mindemellett van videós táborunk is, ami a digitális történetmesélésre épül. Az előző hetekben volt olyan táborunk, amelynek az volt a cím, hogy Zero Waste a konyhában, tehát hogyan lehet hulladékmentesen egészséges ételeket készíteni, és vannak úgynevezett DIY foglalkozásaink, ahol például gördeszkát építenek, vagy 3D nyomtatnak, vagy 2D és 3D tervezéssel foglalkoznak a fiatalok. A Kollabor egy olyan hely, hogyha valakinek valamilyen ötlete van, akkor egészen biztos, hogy azt meg tudja valósítani. Igazából a kulcs az a ráhangoltság, a hozzáállás, az attitűd. Ha ez megvan, akkor a tanulási folyamat nagyon gyorssá válik, mert megfordul a helyzet. Amíg hagyományos környezetben úgy kell átpréselni a gyerekek felé a tudást, addig akkor, amikor a belső motiváció a felszínre jön, onnantól kezdve már ők akarják a tudást. Ezért válik nagyon gyorssá az a folyamat, amelyben tanulnak. Itt a táboraink 4 naposak. Hétfőn kezdünk, csütörtökön zárunk, és csütörtökre adott esetben már kész egy gördeszka, kész egy videójáték, kész egy 3D nyomat, olyan módon, hogy azt a gyerek modellezte 3D-ben, stb. Mi itt a tábor során az első impulzusokat tudjuk megtenni. Viszont az egész folyamatot folytatni fogjuk ősztől szakköri formában, és igazából ez az elmélyülés ott és akkor fog megtörténni, amikor egy teljes tanév során több projekten keresztül alkotunk együtt közösen. Ott fogjuk látni, hogy honnan, hova tudunk eljutni. Én azt gondolom, hogy amikor ez a ráhangoltság megtörténik, a kíváncsiság felszínre jön, és a kreativitás is, akkor ott akár gyerekről, akár felnőttről legyen szó, mindenki szintet ugrik. Ha valami iránt igényünk van, akkor azzal intenzíven foglalkozunk, és ha ez az igényesség kialakul, akkor ami kevésbé érdekel minket, az iránt is megmarad ez az igényesség. Tehát tulajdonképpen, ha megtaláljuk a motivációs pontokat, és abban fejlesztjük a gyerekeket, amiben jók, akkor amiben kevésbé jók, abban is nagyon gyorsan fognak fejlődni. A jövő rendkívül bizonytalan. Senki nem tudja, hogy mi lesz. Azt lehet tudni, hogy nagyon nagy változások közepén vagyunk már ma is. Éppen ezért az oktatás kulcs helyzete az, hogy hogyan tudunk a kreativitásra és az alkotásra nevelni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az a indítás, amire ma igazából szüksége van a fiataloknak.
Új darabbal várja nézőit a Békés Csabai Jókai Színház, amelyben az egyik legnagyobb szerepet a jóízű székely humor kapta. Vas Albert regényének színpadi változata a 13 almafa a trianoni békediktátum aláírását követő zavaros időszakot mutatja be. Amíg ti nevettetek rajta, addig tetszett adok. De ha én nevetek egyszer rajtatok, akkor egyszerűen urak lesznek bennük. A darab főszereplője, táncos Csuda Mózes, egy erdőpásztor a kommandón. Sok mindenen megy keresztül, aki minden külső történés ellenére jókedélyű figura marad. Az őt alakító Tege Antal több kapcsolódási pontot érez saját személyisége és táncos Mózsi között. Pozitív szemlélet, ahogy a Mózsi is tekint a világra. Tehát én próbálom magánemberként is mindig a lehető legjobbat megtalálni a dolgok között. És Mózsi is ilyen, nem is akar többet a világtól, csak arra, hogy megértse saját gondolatait is, a mások gondolatait is, és hogy megpróbáljon mindenkit úgy elfogadni, amilyen. A darabban a színművészek több karaktert is magukra öltenek. Csúrúja Csongor úgy fogalmazott, hogy a színművész minden eljátszandó karaktert megszeret, de az általa megformált három szerep közül a harcias alkatú Vitális áll hozzá legközelebb. Hangsúlyozta, kihívás egy előadáson belül több személyt megformálni a színpadon. Ezt többek között a rendezői hozzáállás is segítheti. De az is fontos egy ilyen esetben, amikor ugye szerepeket váltogat az ember, hogy nagyon fontos az, hogy legyen ideje egyikből átállni a másikba, mert óhatatlanul ez nem egy ruha, ez idegrendszerre, tehát ez kell egy kis idő, amíg és arra kell nagyon erősen odafigyelni, hogy ez amikor a következő pillanatban kell, akkor ez már más karakter legyen. A második bécsi döntés értelmében Észak-Erdélyt visszacsatolják Magyarországhoz, és a történet szerint Mózsi telkén az almafák között megy keresztül ez a határ. Ennek alapján 7 almafa lesz Romániában és 6 Magyarországon. Az őröket leitatja ez a furfangos ember, és a határt áthelyező, hogy 7 fa legyen Magyarországon és 6 fa Romániában. Ennyi az ő forradalma, az ő határigazítása, de hát ez egy elég történelmi cselekedet, mert ott a határ egy méterrel odébb van. Ezt jókedvűen találta ki Vas Albert, miközben természetesen fájt a szíve. Az előadást augusztus 14-én láthatja először a közönség. A felkészülés közepén jár a női kézilabda NB1-ben szereplő Békés Csabai Előre NKS-e csapata, amely a hét második felében hazai rendezésű tornán lép pályára az Evangélikus Sportcsarnokban. A lilák a szintén élvonalbeli Boglár Akadémia Szise és a másodosztályú Eger ellen lépnek pályára. Már a labda is előkerült a Békés Csabai kézilabdázók edzésein, akik jelenleg egy 3 csapatos tornára készülnek. A klub utánpótlás válogatott játékosa, Kukely Anna kiemelte, a megmérettetés a gyakorlás szolgálja, illetve azt, hogy az együttes összeszokjon és megtalálja a saját játékstílusát. Mindenféleképpen meg szeretném nyerni ezt a tornát, közvetlen riválusinkkal is találkozni fogunk, ugye a NEK-ával, és meghívtuk ide az Egert is, ők is egy nagyon jó csapat itt az NB1B-ben, ők is fel szeretnének jutni, úgyhogy kiki meccs lesz, és mi mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Az együttes vezetőedzője hangsúlyozta, hogy a bajnokságra való felkészülés a terv szerint halad, de volt és van néhány sérültjük. Szabó Pannának korábban eltört az ujja, de már visszatért, Botó Rózsának a bokája, még Ivana Mitrovicsnak a válla sérült meg. A szerb légiós az alapozást sem kezdhette el. Vida Gergő kiemelte, még minden játékelemben fejlődnie kell a csapatának. Védekezésben, támadásban, lerohanásban is, visszarendeződésben is. Ugye teljesen új csapatot építünk fiatalokból. Már elég, ugye vannak alapjátékaink, amit össze kell csiszolnunk, de ezeket a páros kapcsolatokat meg kell éreznünk a játékosoknak még jobban, ami nem megy egyik napról a másikra. Védekezésben ugyanez, és a lerohanás, visszarendeződés ugyanez. A Békés Csaba csütörtökön délután 4 órától a Boglári Akadémia és a Szent István Ese nyáron összevont csapatával, míg szombaton délelőtt 11 órától az Egri Eszterházi SC-vel játszik az Evangélikus Sportcsarnokban. A meccseken legfeljebb 200 szurkoló lehet jelen.
híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!